Korai volt a hajléktalanok öröme, a kúria ugyanis a sajtóhírekkel ellentétben nem semmisítette meg az egész rendeletet, csupán a parkolási célból védett területekre vonatkozó korlátozást oldotta fel. A város mindenkié csoport szerint ezek után sokan fognak éjszakázni tiltott területeken. Az, hogy a hajléktalan emberek szeretik a szabadságukat megőrizni, ez egy természetes folyamat. Lakatosné Jutka ezzel indokolja, hogy sok hajléktalan nem veszi igénybe a segítő ellátást, nem megy be a szállóra. Borzalmasak a körülmények, nincs magánszféra, nincsenek barátok. Sokak számára ennél a helyzetnél az utca is jobb. A Város Mindenkiért csoport aktivistája azt mondja, az újságírók félremagyarázták a kúria döntését, csak a parkolási célból védett és kiemelten védett területekre vonatkozó mellékletet semmisítették meg. Ez azt jelenti, hogy a hajléktalan emberek számára nem lesz tiltott zóna a Városliget, a Római part vagy a Margit sziget. A kúria nem változtatta meg az aluljárókra vonatkozó részt. Félünk attól, hogy nagyon sok hajléktalan ember ennek a hírnek a kapcsán belép olyan területre, ami továbbra is tiltott. Éppen ezért a város mindenki most gyorsan hirdetni, körbejárni fogja az érintetteket, hogy nem minden úgy van, ahogy ez a sajtóban megjelent. A rendelet életbe lépése óta Lakatosné szerint 200 esetben büntettek meg hajléktalant. Nem szeretnék, ha ez a szám tovább szaporodna. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyetért a Város Mindenkiért csoporttal abban, hogy a kúria döntése nem jelent nagy változást. Budapesten 10 000 regisztrált hajléktalan van. A szakember szerint mindenkin tudnának segíteni. Akik hozzánk fordulnak és kérik az ellátást, azoknak fogjuk biztosítani. Az elutasítókkal pedig nagyon sok problémánk lesz a következő időben, és azon fog múlni, hogy a rendőrség, a mentők, a közhelyfelügyelők vagy akár a BKV munkatársai milyen szorosan tudnak együttműködni a szociális munkásokkal. Vecsei Miklós azt mondta, a kúria döntése arra lesz jó, hogy a közgyűlésnek elő kell vennie a hajléktalan rendeletet, és remélhető újra tárgyalja majd az elmúlt év tapasztalatai alapján. Híradónk megkereste a fővárosi önkormányzatot is a kúria döntésével kapcsolatban. Ők hétfőn nyilatkoznak.